Szabó Dénest, a nemzetművészét, Kossuth és Liszt díjas karnagyot lepték meg a Cantemus gyermekkar tagjai hétfő reggel az énekkari próbát követően. A gyerekek 70. születésnapja alkalmából köszöntötték a Cantemus kórus család vezetőjét. Az iskolában így kettős születésnapot tartanak, hiszen 135 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot az intézmény névadója, Kodály Zoltán is, akinek szellemi öröksége előtt március 12-én vasárnap tisztelegnek. Ünnepi hangversenyen szólaltatják meg Kodály Zoltán legszebb műveit Záborszky Kálmán vezetésével a Zuglói Filharmónia, Szabó Dénes, valamint Szabó Soma vezényletével a Cantemus fiúkórus, a Cantemus gyermekkórus, a Promuzika leánykar és a Cantemus vegyeskar tagjai. Március 12-én vasárnap 18 órától csendülnek fel a háromszoros Kossuth díjas zeneszerzői, zenetudós alkotásai a Kodály teremben. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kodálytársaság, az ország legjobb kodálytársasága természetesen nem húzhatta ki magát ez alól a feladat alól, de hát mondhatnám azt, hogy természetesen nem csak a kodálytársaság, hanem a nyíregyházi Cantemus kórus is tudja, hogy ez számára feladat. Egész esztendőben erősen fogunk erre gondolni, nagyon sok feladatunk lesz ezzel kapcsolatban, hogy Kodályt méltóképpen ünnepeljük, mert mi tudjuk, hogy ő mekkora ember volt, mi tudjuk, hogy most is még hallgatni kéne rá, fölhívjuk tehát a figyelmet újra és újra ennek a nagyszerű embernek a munkásságára. A hangversenyen egynemű kari műveken kívül vegyes kari művekben is gyönyörködhet a közönség, de elhangzik Kodály talán egyik leghíresebb műve a Psalmus Hungaricus is Nyári Zoltán közreműködésével. A műsort nem csak a nyíregyházi zenekedvelő közönség hallhatja, hiszen a vasárnapi koncertet megelőzően az énekkarok Budapesten a Vigadóban is fellépnek. A nyíregyházi emlékkoncert fővédnöke Kodály Zoltánné Péczeli Sarolta lesz, akit régóta baráti szállak kötnek a Cantemus kórus családhoz. Kodály Zoltán özvegye március 12-én vasárnap személyesen vesz részt az ünnepi eseményen.